Vannak híres történelmi családok, amelyekben a hit és a haza szeretete, feltétel nélküli szolgálata generációkon át mélyen beleívódott a lelkekbe. Olyan kiváló művészeket, államférfiakat, sportolókat adtak ők a világnak, akik emberi kvalitásaikkal, bátorságukkal, tehetségükkel, tetteikkel, maradandó alkotásaikkal, mindenkori példamutató helytállásukkal járultak hozzá nemzeti fejlődésünkhöz. Ezek közé tartozik a Schulek család is, amelyiknek a legnevezetesebb tagja Schulek Frigyes volt, aki küldetését így fogalmazta meg. Nekünk magyaroknak egyik sarkalatos hibánk, hogy szeretünk túlzásokba esni. Ismerve magam gyarlóságát, nem óhajtottam egyéniségemnek felmagasztalását, és nem is kerestem, azért inkább azokat az ideálokat láttam ünnepelve bennem, amelyeknek a szolgálatában állok. Ezek közé az ideálok közé tartozik első helyen a hazaszeretet. Annak idején, amikor én, mint fiatal technikus, ezelőtt 50 esztendővel eszmélni kezdtem, politikával foglalkozó társaimmal meg akartunk halni a hazáért. De a sors nem úgy akarta, hogy meghaljunk, hanem hogy éljünk a hazáért. Megfogadtuk tehát, hogy élni fogunk a hazáért. Ez az egyik eszme, ami engem egész életemen keresztül vezetett, és amely arra késztetett, hogy ott keressek magamnak tevékenységkört, ahol nagy hiányt érzek és látok. Ez pedig a művészet terén a középkori emlékeink elhanyagoltsága volt. Schulek genealógia, a családfa, őseim nagyon korán már gyűjtötték hozzá az adatokat, amik jól hozzá lehetett férni az egész ország területén az anyakönyvekhez. Sok elpusztult. Schulek János vagyok, építőmérnök, aki 15 évig voltam a Budai Várhatalmazó Közalapítványnak a kuratóriumi elnöke, korábban még hosszú ideig tagja csak, és hát sokat foglalkoztam a várral. Azért is, mert az első munkahelyem a Uri utcában volt, a ma német nagykövetség, meg régen is német nagykövetség, az hosszú ideig hát ilyen fővárosi célokat szolgált. Abba a szobába dolgoztam, ahol Malétermnek volt egy időben az irodája, mert amikor a várat a háború után hát kezdték valahogy rendbeszedni, akkor munkaszolgálatosok végezték ennek a munkának a nagy részét. Nagyon érdekelt mindig a vár, mindenével, tehát a geológiai eredetével, mitől van az, hogy itt a Duna mellett kiemelkedik egy ilyen nagy mészkő plató, amelyik adta magát, hogy vár legyen. Egyszerűen egy kiválóan beépíthető, kiváló adottságú hely volt mindig. Aztán külön az is még izgatott, hogy dédapámnak hát sok köze volt ahhoz, hogy kialakuljon a budavári Nagyboldogasszony templom, majd később a halászbástya, és legyen hát egy éke, nem csak a várnak, az egész fővárosnak. Ez egy csodálatos dolog. Ez mindig is izgatott, sok adatot gyűjtöttem erről a korszakról, Frigyesnek a tevékenységéről, és hát egy különleges bátorság volt az, ahogy ő hozzányúlt ehhez az egész egységhez. Hihetetlen ura volt a középkori építészet minden részének. Ugye az ő iskoláit azt elég furcsán, mivel apja Kossuth minisztériumában volt pénzügyi osztályvezető,
ezért 49-es időkben a szabadságharc bukása után hát menekülniük kellett, és Orsovára kerültek. Apja és az öccse, hát ők hárman, azért, hogy a Duna partján lakva bármikor egy csónakon át tudjanak evezni a török birodalomba, mert hajnal korszaka az kemény volt, és csak elég sokára múlt el. A Frigyes ezért olá, görög és francia nyelven kezdte az általános iskolai tanulmányait ott lent Orsován, és amikor aztán nagyobb lett, akkor apja kirakta őt Lőcsére, hogy a német nyelvben legyen otthon, és felkészüljön a gimnáziumi időszakra, amelyet Debrecenben a Helvét iskolába végezte, tehát református kollégiumba és iskolába végezte el. És ekkor írja önélet rajzába, hogy hát időnként Pestre kerülve csodálattal láttam azokat az építkezéseket, amit ott zajlanak, felsorolja, hogy a Lánchíd és még egy pár épületet. És ez őt annyira megfogta, hogy elhatározta, hogy ő mindenáron erre az útra akar lépni. Alapvetően a természettudományok, a rajz ez érdekelte, és már egész kiskorában hihetetlen rajzkészséget mutatott. Apja nevelte őket, mert anyját, amikor Frigyes 3 éves volt, elveszítette. De azért kell anyjáról is egy-két szót ejteni, mert Zsigmondi Augustának hívták. A Zsigmondi Vilmosnak volt a testvére, az első magyar artézikót fúró testvére. És a család azt mondja, hogy egy rendkívül érzékeny, rendkívül okos nő volt, és ő hozta be azokat a géneket, amelyek a műszaki irány felé vitték őt. És a testvérét, aki a korábban sokkal nagyobb nevet, hírnevet szerzett, mint a Frigyes, szemész professzor volt, és a iskoláztatásukat nem is apja intézte, hanem egy ilyen pótnagymama. Egy különleges történet, hogy ez a pótnagymama, hogy jött létre, nagyapjukba szeretett bele valahol Németországba, de ebből nem lett semmi, de nagyapjuk után Magyarországra jött, és itt hozzáment egy elég jó módú bútorgyároshoz, és ezt a két félárva fiút ilyen nagymamaként kezelte, segítette, és azért az, hogy ők a akkori legjobb egyetemekre járhattak Európába, ezt ez a pót nagymama tette nekik lehetővé. Egy rövid idő járt a József Politechnikumban, a Műszaki Egyetem elődjébe, de ez csak egy év volt, és utána Bécsbe, a Művészeti Akadémiára került, és ott folytatta tanulmányait. Már akkor kijött hihetetlen rajzképessége a Frigyesnek, pedig hát gondoljuk meg, elektromosság még nincs, gyertyafénynél néha egész éjszakákat rajzolt át, mint egyetemista, és megalapított ott sok ilyen önképzőkört, együtt tanult Steidl Imrével, akivel nagyon jó barátságot is szerzett, de készült haza mindenképpen az egyeteme végén, holott sok minden csábította. Az egyik legnagyobb sikerét azzal érte el, hogy egyetemi nyári szünetbe a Regensburgi Dómra, annak a befejezésére, mert csak félig volt készül a dóm, oda küldték a professzorai, és ott ő elkészített egy 2,5 méter magas homlokzati rajzot, mintha kész lenne a Regensburgi dóm. És ez volt a német pavilonnak a bejárati ajtajánál a fogadó kép a Párizsi világkiállításon. Óriási sikert aratott ezzel a képpel. Ez megvan, az a kép maga nincs, de képről készült fényképek megvannak, amit ő rajzolt, és hogy akkor hogy nézett ki a Regensburgi dóm. Rengeteg állás lehetőséget kapott ezáltal, de ő azt mondta, hogy nem. Még Olaszországba el akart jutni egy hosszabb tanulmány útra, mert azért az építészet alapja az eléggé Olaszországhoz kötődik ebben az időszakban.
de meghatározóan a középkor érdekelte, a román, a gót építészetnek minden csinja-binja. 1867-ben a kiegyezés teremtette meg azt a lehetőségét, hogy hazajöjjön, egy nagy olasz út és egy nagy romániai út után őt ott egy bojár, egy különleges elvárásokkal szerette volna, hogyha neki egy palotát tervez, elcsábította egy időre, de hazajött. És először Steinl Imrének már addigra megindult irodájába dolgozott, egy viszonylag rövid időre, de utána két fő tevékenysége alakult ki. Egyrészt akkor indult a mintarajztanoda, a képzőművészeti főiskolának az elődje, vagy alapja, ahol ő az építészeti ékítménytan tanára lett, és tulajdonképp rajzra és az építészet elemeire tanította hát a leendő rajztanárokat, leendő művészeket. Kiváló tanártársai voltak, Lipótújváros és Tróbil Alajostól kezdve a Székely Bertalan egyik legjobb barátja később. Ő lett az idők alatt. Na ez volt az egyik állása, amit ő haláláig ezt az állást betöltötte. A másik pedig 1871-ben indult a Műemlékek Országos Bizottsága, akkor jött létre. A bizottság csupa előkelő ségből állt, részben arisztokraták, részben magasabb kormánytisztet betöltők, de egyedül ő volt építész ebben a bizottságban, és tulajdonképp félállásszerűen ez volt a másik állása, megállapítani azt, hogy mit olyan érték, amit érdemes megvédeni, megállapítani azt, hogy mi benne az érték, mi az, amit hozzá kell nyúlni ahhoz, hogy bemutatható legyen, mit kell kiszabadítani a későbbi korok ráépítéséből, de az alapja ilyen fontos. Rengeteg tanulmány készített, és nagyon sok olyan, szinte tervezés nélküli újjáépítést, hogy ő a helyi mesterekkel egy Árpád-kori templom, ami össze-vissza volt már tákolva erre az időre, a helyi mesterekkel átbeszélte, sokszor ott felrajzolta a falra, hogy mit csináljanak, és ment tovább a maga útján, és mikor 3 hónap múlva ugyanide visszaért, meglátta, hogy hová haladtak ezek a igazi régió mesterek, újra átbeszélték a folytatást, és nagyon sok Árpád-kori templomot kibányászott, kinyitotta az eredeti kapuját, vagy az eredeti ablakait, a szobrok próbálta helyreállítani. Nagyon sok másról pedig olyan értekezést írt, amelyik egyértelműen ma úgy mondanánk, hogy műemléki tudományos dokumentáció, tehát például a Vajdahunyadvár, de itt most sorolni kéne a Felvidéknek, Erdélynek és Nyugat-Magyarországnak 30-40 templomát és még egyéb sok épületét. És akkor rájött arra, hogy ezek olyan értékek vannak, hogy pénzt kell szerezni és belenyúlni ezekbe a létesítményekbe. Megpróbálni olyan értékké visszahozni, ami bemutatható, ami igazán öröm, ami építészetileg egy korhoz kötődően valahol egy teljes egység. Hát sorolok néhányat, a Kassai Dóm, Kassai Szent Mihály templom, a Jáki templom, a Lőcsei városháza egy egész más épületből csinálta azt a mai is csodálatos városházát, ami Lőcsének a főterén ott van, a pozsonyi ferences templom, de olyan kis faluk is, amelyeket ma már értékként nézünk és komolyan nézünk, mint Kézsmárk, Szepes-Csütörtökhely, Zápolya-Kápolna, ezeket ő barokk átépítésekből visszabontotta, visszaépítette, szerzett hozzá pénzt. Már ez a Műemlékek Bizottsága szerezte a pénzt természetesen, de ő abba volt nagy hatása, hogy mire fordítsák azt, mi az, ami a legfontosabb. És hát élete főműve 1873-ban kapott megbízást, tehát
viszonylag korán a műemlékeknél betöltött szerepe után, hogy a budavári Nagyboldogasszony templomból csináljon igazi koronázási templomot. Hát ő rögtön látta azt, hogy a legfontosabb teret létesíteni körülötte, kiszabadítani abból a házsorból, amely egyházi épületek voltak mindkét oldalról szorosan. Egy gyenge kis homlokzata volt csak a templomnak, bár olyan méretű volt, mint a mai templom. Tehát ő az alaprajzot szigorúan megtartotta, alapjáig lebontotta tulajdonképpen az egész templomot. Kiszedett nagyon sok olyan értékes kapuzatot, kapubélést, szobrászati elemeket, amiket ő nagyon fontosnak tartott, hogy ne megmaradjanak, mert olyan rossz állapotban voltak. Ugye ezt a templomot hát jóval a török előtt épült, a török teljesen átalakította dzsámivá, aztán úgy, ahogy leszették róla a török dolgokat, de hát lényegében egy nagyon rossz állapotban maradt meg. Alapjaiig lebontotta, ragaszkodott az alaprajznak a megtartásához, és hát hozzákezdett egy olyan építési folyamathoz, amiben a tervek folyamatosan változtak, ahogy a feltárás ment, ahogy egyre kerültek elő részek, mindig igazította a tervet. Nagyon sok tervváltozata volt. A két egyforma toronytól kezdve a különböző eltérésű tornyokig fennmaradt, és ma a Kiscelli Múzeumban lehetők fel ezek a rajzok, hihetetlen rajztudással, hihetetlen fantáziával, de sokadik lépésre találta el azt, hogy mi is épüljön. Ma Mátyás templomnak hívjuk azért, mert a nagyobbik tornyot Mátyás toronynak hívták, a kisebbik tornyot Béla toronynak, és valahol ez a Mátyás szó hát sokkal könnyebben megjegyezhető, mint az, hogy budavári nagy boldogasszony templom, ezért hát ma szigorúan szinte ez a név fut rajta, de a hivatalos neve ma sem Mátyás templom. Épült lassan, főleg azért, mert viszonylag korlátozottan adtak évenként állami költségvetésből pénzt, tehát nem egyházi pénzből épült, hanem állami pénzből. Sőt, volt olyan év többször is, amikor nem fért bele a költségvetésbe. Most mivel ilyen faragás tudással, amihez a templomhoz kellett, olasz kőfaragók értettek, ezért végig egy olasz kőfaragó csapat dolgozott a Mátyás templomon, és amelyik évben nem kapott állami költségvetést, akkor azt jellemzően és rendszeresen Sulek Frigyes fizette őket, hogy nehogy szélnek menjenek, akkora kereslet volt ezek iránt, az emberek iránt, hisz ekkor épül Európában rengeteg középkori dóm, amelyik félkész, háromnegyed kész volt, de olyan híresek, mint a kölni dóm, például még úgy működött, hogy állt már a szentély, állt a két torony, és közötte egy utcán még már gépkocsik is hajtottak, és még mindig nem volt befejezve. Tehát egyszerűen a hatalmas templomra rengeteg kőfaragó kellett mindenhol. Nem volt más lehetőség, amikor a saját zsebébe nyúlt, ami igen gyakran azzal járt, hogy a saját lakását is kiadta bérleményként, hogy ez a pénz is befolyjon, mert ő ki tudott költözni Visegrádra. A műemlékeknek volt ott egy háza, a Salamon toronynak egy szárny épülete, ma is megvan, amit akkor ő ingyen használhatott. Ez volt a támogatás a műemlék oldalról, hogy az ő lakásának a bére az a kőfaragók megtartásához tudja maradni. Frigyes minden esetre iszonyú, hosszú küzdelemmel hát eljutott oda, hogy kész lett 1896-ra a, mondjuk úgy, hogy Mátyás templom. Egy nagy avatási ünnepsége volt Ferenc Józseffel, és aztán tudjuk, hogy a IV. Károlyt már itt koronázták meg
magyar királynak. És hát tényleg a csodájára járt mindenki, mert egy csodálatos építmény volt. Viszont körülötte ugyanolyan várfa volt, mint mondjuk a Tóth Árpád sétányon, tehát egy ilyen méter magas mellvéd, ami körbefutott minden irányba, és ezt ő készített egy elgondolást, hogy kéne egy ilyen keretező létesítmény, egy olyan építmény, amelyik valahogy úgy a építészeti alapját adja a templomnak, az egész látképbe illeszkedik, és ezt azt teremtette meg, hogy kiírtak egy pályázatot a Szent István szobornak a, ott azon a placon, ahol ma is ismerjük, hogy áll, és ezen a pályázaton ő már úgy indult, hogy kitalálva ezt a magyaros süvegformát a bástya létesítményeire, ő úgy gondolta, hogy mivel Szent István egy országalapító, ő egy kupola alá fogja a Szent István trónon ülő szobrát elhelyezni. Az egyik legjobb barátja volt a Strobl Alajos, akivel miközben ketten készítették mindkettőjük pályázatát, a Strobl királyi lovasszobra alá Frigyes tervezte az egész alapzatot, és ott. Viszont Strobl tervezte azt a szobrot, ami a trónon ülő szobra volt Frigyes kupola alatti rendszerének. Mivel nagyon jobban voltak, ezért nyíltan pocskondiázták egymást, hogy hát ez a hülye, ez azt hiszi, hogy az egy honfoglaló volt az a Szent István, hogy itten lovon ábrázolja, hát nem tudja, hogy ez egy ország, egy trónt hozott létre, stb. A másik meg, hogy lehet egy magyar királyt nem lovon ábrázolni, hát ennek semmi történelmi elképzelése nincs a dolgokról, és keményen dolgoztak mind a ketten a két pályázaton egymásnak teljes besegítéssel. Ez egy ilyen, annakban a korban ennek úgy komoly sajtó visszhangja volt, és hát a lovas szobrot választották, mert egy magyar királynak az csak lovon képzelhető el, és Szent István azért egy eléggé harcos király is volt, tehát nem jogtalan egyáltalán ez a lovas szobor, de érthető volt a másik gondolat is. Egy külön jópofa történet tartozik még ehhez, hogy ezen a nagy vitán kettőjük között egy harmadik igen jó barát, Zsolnai Vilmos, ezt megcsinálta egy tányéron a Frigyesnek a kupola tervét, és ez a tányér, ez a birtokomban van, egy gyönyörű tányér, aminek rossz helyre fúrták fel az akasztóját. És ha annál akasztjuk föl, akkor ugyan ferdénál el az egész torony. És ezt karácsonyi ajándékra adta a Frigyesnek a Zsolnai Vilmos, és amikor ott rájött az átadása pillanatába, hogy rosszul van fölfúrva, el akarta vinni, hogy újra legyártatja ezt az ő csodálatos pécsi gyárba, de hát a Frigyes nem engedte, mert úgyis a ferdé sikerült ez az egész ügy, mert az a hülye Strobl pályázata nyert, maradjon ez csak így Ferdén, és azóta is Ferdén áll a falon, de hát egy nagyon szép tányér. Én annak örülök, hogy nem ez a kupola épült, mert ez sokkal szabadabb kezet adott a halászbástya tornyainak, kupoláinak a kialakítására. Nagyon rossz lett volna, ha délen egy ilyen kupolával szemben az északi torony, azt híradástornyának hívják, az nem lehetett volna ilyen nagy, mint most. És ez pont az egy nagyon szép arányt hozott, hogy északon egy magas rendszer indul, aztán a lépcső mellett már kisebb, és délen is kisebb, egész kolonádnak ez egy ilyen nagyon jó kis harmóniát adott. Gyönyörű rajzok vannak róla, még építés előtti állapotban és sokféle változatban, de hát létrejött ez az egész. Ebben egy kicsit a párizsi Sacré-Cœur adott egy ilyen előképet, amelyik ugyanígy ilyen keretező műként valósult meg, mint itt. 1905-re készül el a halászbástya, tehát 9 évvel a templom után,
de tette teljesen tökéletessé ezt a rendszert, amelyik egy nagyon jó keretet adott neki, gyönyörű felvezető lépcsővel, kilátó teraszokkal, kolonnádokkal, szóval egy egész különleges létesítmény lett. De ez az ország közepén, a Kárpát-medence közepén egy olyan csodálatos hely lett a végére, és hát nem véletlenül ez. Ez nem csak Magyarország fővárosa, hanem tényleg a Kárpát-medence fővárosa. Ezt egyértelműen ki lehet mondani, és ilyen értelemben ez a templom, hát ott van az él templomaink közül. Hát lényeges dolog még a Jánoshegyi Erzsébet kilátó, amelyet ő tervezett, illetve tervezést, a formát, az alakot ő adta meg, de a kiviteli terveket egy társ építész csinált, tehát őt mondjuk, mert ő adta meg ezt az alakot, de azért abban már nem, a kiviteli terveket már nem vállalta. És egy nagyon nagy műbe kezdett bele, a Szegedi Dómnak a tervezésébe, amiben elég gyorsan összetűzésbe került a szegedi város vezetőivel, akik ahhoz ragaszkodtak, hogy magasabb legyen a négyezeti tornya, mint a szegedi zsinagógának a nagyon szép kupolája. Erre viszont a Frigyes nem volt hajlandó. Építészetnek van egy aránya, az arány ilyen és ilyen, és ebbe megemelem a négyezeti kupolát, az akkor már a két toronnyal kezd vetélkedni, és ez nem a középkori építészeti arányokhoz tartozik. Hosszú vita volt közöttük, hisz a tervek már annyira előmentek, hogy nagy léptékű, teljes modell volt az ő tervei alapján készült templomról, ami a fogadalmi templom lett az átadása után, és végül is visszalépett ettől a vállalásától, és aztán Pörkernő volt az, aki kicsit átalakítva a terveket, de végigvitte a kiviteli terveket, és megvalósította. Viszont ami érdekes, hogy Szegeden a református templomot is ő tervezte, és a református templomok között behozott egy teljesen új alaprajzi elrendezést, de ő tervezte a szegedi evangélikus templomot is. Egy kisebb templom persze, az evangélikusság lélekszámához igazodva. Tehát mondhatom, hogy a három történelmi vallásunk templomát Szegeden azt mind ő tette le. Ő tervezte Pécsett a zsolnai szobornak a talapzatát. Ő nagyon szerette a Zsolnai Vilmost, nagyon sok dolgát használta is, hisz például a Mátyás templom is zsolnai majolikában van fedve, de ezt még máshol és több helyen is alkalmazta, és ebben a korban az egy igazi nagy építészeti érték volt az a zsolnai, mindent tudott a majolikával készíteni, mint építészeti elemet, és ezt ő nagyon szívesen használta is. Hát egy nagyon, nagyon nagy nyelvtudású valaki volt, és az eszperantót is tanította, készítette, dolgozott vele. 10 gyermeke született, de ebből 5 élte meg a felnőtt kort. A diftéria, annak a kornak a nagy betegsége, az elvitte nem csecsemőkorba, hanem ilyen kisgyerekkorba elvitte 5 gyermekét. Elsőszülött fia volt a János, aki követte őt az építész vonalon. Utolsó félbemaradt műve az Óbudán egy Árpád templom terve volt. Itt is jó engedélyezési terv szinten készen voltak a templom tervek. Ugye a legendánk szerint Óbudán van eltemetve Árpád, és Árpádhoz kötődik sok minden Óbudán. A hidat is Árpád hídnak hívják, amelyik onnan ment. És ez az sajnos már nem valósulhatott meg, mert a Tanácsköztársaság betört Budapestre, és ő hát elég idősen azért, hogy elkerülje a vörös martalócok mindenféle dolgát, illetve hát éhínség volt ekkor Budapesten, egyik vejének a lellei nyaralójába hát lemenekült, mondjuk így, és ott halt meg 1919-ben.
Thank you.